Magyarország legszebb futóversenyének tartják a Coca-Cola testébresztő női futógálát, amely egy kései nőnap valójában a Városliget impozáns díszletei között. A csak nőknek szóló rendezvényen az idén sem csak a futás szerepelt a programban. Többek között jótékonysági szervezetek, egészségmegőrzéssel és táplálkozással kapcsolatos bemutatók, kóstolók és kiállítások is helyet kaptak az eseményen. A futás! A boldogság piros folyama hömpölygött át a Városligeten a 19. Coca-Cola testébresztő női futógálán. Szó szerint is, hiszen a futás boldogság feliratot lehetett olvasni a résztvevők pólójának a hátán, de még inkább a közel 7600 lány, asszony, kismama, nagymama, vagyis az összes induló arcán, akik a 2, 5 vagy 10 kilométeres távon vagy a családi kocogáson értek célba. A kizárólag hölgyeknek rendezett futógálán a versenyen kívüli programok is vonzóak voltak. Béres Alexandra, Katus Attila és Varó Gyula vezényelte fitnessórákra, további 1200-an álltak be a futókon kívül is. Én tavaly is voltam, de annyira jó volt, hogy aerobikoztunk Béres Alexandrával, meg Katus Attilával, és nagyon jó volt. Meg hogy futottunk együtt, tömeg, mindenki tapsolt, amikor beértünk a célba, nagyon jó volt. Fantasztikus volt. 2 kilométerben is indultam, 5 kilométeren és 10 kilométeren is, és a gyerekek indultak a váltóba, a 800 méteren, és a végén beálltak a 10 kilométeresre is. Szeretünk futni alapból, meg hát a fiúk gyorsabbak egy kicsit, és hát most csak a csajoké a pályát. Bár a legtöbb hölgy nem versenyzésnek szánta a napot, minden távon hirdettek győzteseket. A 2 és 5 kilométeren a pécsi, egykori ötusa ifjúsági világbajnok Szatmári Adrien, míg a leghosszabb 10 kilométeres távon a Mac NS színeiben versenyző Periti Gabriella volt a leggyorsabb. Kökény be a szél egyenesbe! Jól futottál, Lea! Önök Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Kérem, írjanak nekünk, vagy telefonáljanak a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!